Péntek délután 2 óra van. A Hunyadi János általános iskolában újra felzúgott a 3D nyomtatózaja. A diákoknak ilyenkor van lehetőségük megismerkedni ezzel az új technológiával. Az intézmény vezetője Kalné Purceld Erika büszke, hogy a kistérségben elsőként a Dunaharaszti Hunyadi János általános iskola rendelkezik 3D nyomtatóval. Igen, nagyon büszkék vagyunk erre, hogy a mi iskolánkban így elsőként, talán a kistérségben is mondhatom, hogy elsőként rendelkezünk egy ilyen 3D nyomtatóval, és először is szeretném megköszönni a TV nyilvánossága előtt a Craft Unique Kft.-nak, hogy felajánlotta a iskolánknak ezt az eszközt. Körülbelül 3 hete van nálunk már ez a 3D nyomtató. Volt egy bemutató foglalkozás, egy kis tájékoztató a működéséről, és a mai délután, a mai péntek délután a második olyan lehetőség, hogy a gyerekeknek foglalkozást tartunk, és eljöhetnek péntek délutánonként 2-től 3 óráig kipróbálni, programokat írni, és a nyomtatóval ismerkedni, és eszközöket nyomtatni rajta. A 3D nyomtató egy ilyen műanyagnak tűnő kukorica keményítő szállal működik. Ezt a tekercset kell belefűzni a gépbe. Az iskola felajánlás útján jutott a nyomtatóhoz, amiért nagyon hálásak, csak eddig azt nem tudták, hogy majd honnan lesz pénz a tekercsekhez. Egészen addig, amíg egy elsős diák apukája nem jelentkezett. Én is dunaharaszti lakos vagyok, és a havonta megjelenő újságból értesültem róla, hogy az iskola kapott ilyen nyomtatót. Szerencsére ismertem magát a gyártót is, találkoztam is velük többször, és mivel hogy a mi cégünk pont ilyen nyomtatószálak gyártásával foglalkozik, úgy éreztem, hogy mondhatni kötelességem segíteni az iskolát abba, hogy ezt a nyomtatót ki is tudják használni, és tudjanak vele dolgozni. Németországban, ahol már korábban elindult ez a 3D nyomtatás az oktatás fejlesztésére, ott már előfordult visszhangja volt neki, hogy a korábban vásárolt nyomtatóknak a nyomtatószálak beszerzése iszonyat nagy problémát tud okozni az iskolának. Ezt is szerettem volna ezt megelőzni azzal, hogy mi jelentkeztünk, hogy felajánlunk a diákoknak az iskolának nyomtatószálat használatra. Nagyon örültem ennek, mert megmondom őszintén, hogy egy kicsit féltem attól, hogy itt van ez a remek lehetőség, hogy használhatunk 3D nyomtatót, viszont abban nem voltam biztos, hogy hogyan fogom tudni ezt működtetni, és nagyon örülök, hogy volt egy szülő, illetve egy cég, akik megkerestek minket, és felajánlották segítségüket. És a mai foglalkozásra el is jött a Hertz Hungári Kft. Képviseletében Varga Attila, aki egy elsős kis tanítványunknak az apukája, és ő a mai napra hozott nekünk filamentet, amivel úgy gondolom, hogy hosszú távra biztosítja ennek a 3D nyomtatónak a működtetését. Mivel kukorica keményítő a fő alapanyaga, ezért a környezetet is kíméli. Biológiai lebomló, viszont nagyon oda kell figyelni, hogy nem szabad innétől kezdve műanyagként kezelni, a többi műanyag hulladékhoz keverve ezeknek a műanyag hulladékoknak az újrafelhasznosítását tönkre teszi. Sokkal jobban jár az ember, hogyha tényleg mondhatni kidobja az út szélére, ott lebomlik, de magához műanyagokhoz keverve csak a többi műanyagnak az újrafeldolgozását hátráltatja. A nyomtatás a nyomtatandó tárgy méretétől és vastagságától is függ, de sokszor hosszú órákon át érdeklődve figyelik a diákok, ahogyan a gép dolgozik. Osztályonként, leginkább a felső tagozatra gondolok, 5-től 8. évfolyamos tanulókra, osztályonként 2-3 tanuló jöhet, mivel egy ilyen nyomtatónk van, tehát nagyon le van korlátozva a használat, és ez egyfajta érdeklődés szerint, illetve úgy tudom, hogy jutalom is lehet a szakkörnek a látogatása. És ahogy itt a gyerekeket a mai napon figyeltem, nagyon nagy érdeklődéssel keresnek az interneten programokat, illetve formákat, és tervezgetik, hogy ki melyiket fogja kinyomtatni, és hát örül a saját maga által elkészített eszköznek, de bízom benne, hogy a későbbiekben, ha már gyakorlatunk lesz benne,
akkor nyilván a tanórákon is alkalmazhatjuk, hiszen akár informatika órán, akár kémia órán modelleket lehet kinyomtatni, rajzórán tervezett, technika órán tervezett eszközöket mind-mind ki lehet nyomtatni, és ezáltal a gyerekeknek a tanulásban is tudunk segíteni. Most éppen fehér volt gyártósoron, de több színben is lehet kapni hozzá szálat. Ezúttal közel 60 ezer forint értékben ajánlottak fel 8 tekercset az iskola számára. Mint megtudtuk, egy tekercs 20-30 órás nyomtatásra elegendő, vagyis egy jó darabig még kitart.